Mindenkinek van valami szenvedélye, az elrettentés és a tiltás mit sem ér, a függőséget valójában lehet kezelni, a felelősség elhárításával pedig nem lehet mit kezdeni. Dr. Zaher Gábor erről beszél műsorunkban. Szerinte a média eladja a droghíreket ahelyett, hogy nevelő hatású, ismeretet nyújtó információkat juttatna el az emberekhez. Az orvos, toxikológus volt vendégünk. Dr. Zaher Gábornak köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Az idei drogellenes világnapon, ahogy én jöttem-mentem itt Nyíregyházán a városban, és figyeltem a rendezvényeket, egy kicsit meglepődtem, mert hogy más volt az üzenet az idei világnapon, mint általában szokott lenni. Valami olyasmi volt az üzenet, azzal ellentétben, hogy ne drogozzanak a fiatalok, hogy mindenkinek legyen valamilyen szenvedélye, legyen valamilyen hobbija, és annak éljen. Jól közelítették meg ezt a témát így? Hát én azt gondolom, hogy egy ilyen drogellenes világnap az tényleg csak arra jó, hogy megint lehessen róla beszélni, ha bár ez egy olyan téma, ami azt hiszem 365 napon keresztül folyamatosan ugye jelen lehetne a médiában. Habár itt erről külön azt gondolom érdemes lenne talán beszélni, hogy a médiának milyen borzasztó nagy szerepe van ebben az egész történetben. De úgy gondolom, hogy lehet szenvedély nélkül élni, csak nem érdemes. Én szoktam volt időnként mondani, hogy Magyarország a 10 millió függő ország, és valamiféle függőségünk mindannyiunknak van. Csak kérdés az, hogy esetenként meg tudunk-e maradni valahol a tolerábilis oldalon, és mondjuk nem csúszunk bele ebbe az egész történetbe, hiszen mondjuk a függőséget azt el lehet úgy is képzelni, hogy mondjuk én bennállok egy körbe. És én bennállok a körbe, hogy a saját függőségű körömben, mint ahogy én is ugye abszolút gyakorló függő vagyok, akkor ennek a körnek én sose látom a teljes egészét. Én mindig csak ugye egy szeletet látok belőle, épp, hogy merre fordulok. Persze körbefordulhatok, és akkor látom, de egyszerre az egészet nem látom. Viszont aki kívül áll ezen a köröm, egy hozzám közel álló kívülálló, az pontosan rálát erre az egészre, és ő akár pozitív irányú beszólásokkal tudja segíteni azt, hogy az ember fölismerje esetleg saját maga függőségeit, merjen odaállni a tükör elé, merjen belenézni a tükörbe, merjen saját magával őszinte lenni, és akár merjen ezen a dolgon változtatni. Habár én mondjuk jobban örülnék egy olyan üzenetnek itt a drogellenes világnapon, hogy merjen jó döntéseket hozni. Hiszen alapvetően ugye ne felejtsük el, a döntés az a fiataloknak a kezében van. Mármint arról, hogy akarnak-e szert használni, vagy nem, mert ők lesznek ott egy buliba, neki fogják szombat hajnali 1:30-kor bekínálni a cuccot, oda perdül ele egy haver, és mond neki valamit, figyelj, öreg, itt van, múlt héten is betartuk, ez baromi jó volt, és akkor ő kétféle döntést hozhat, vagy azt mondja, hogy na jó van, öreg, húzz el innen, vagy azt mondja, hogy oké, toljuk együtt. És ezekben a szituációkban ugye mi okos felnőttek, ugye nem leszünk ott, hát elég gáz lenne ott lennénk, én azt gondolom, hogy még egy 16-18 éves fiatal úrtól, egy kisasszonytól megkérdezik, hogy kivel jöttél buliba, és ő azt mondja, hogy anyámmal. Szerintem ez nem egyébként egy pozitív kijelentés, úgyhogy lehet, hogy a mama az csak pár száz méter lesz a történető, de az is lehet, hogy több száz kilométerre. A gyereknek magának kell egyedül döntenie. És ő onnan tud dönteni, hogy az addig élete során, abban a bizonyos jelképes puttonyában, ami persze nincsen, milyen dolgok gyűltek össze. Értékrend, keretrendszer, példaképek, jövőképek, és ez alapján fog ő egyfajta döntést hozni. És azt gondolom, hogy ez egy folyamat, amit nevezhetünk egy nagyon szép magyar szóval, amit persze az utóbbi időben kicsit elcsépeltünk nevelésnek, ami ne akkor kezdődjön, amikor a gyerek majd 16 éves korában mondjuk ma este bejelenti olyan 8:30 körül, hogy na akkor mennék buliba, és akkor a szülő vesz egy mély levegőt, és akkor megpróbál 3 perc alatt gyorsan mindent elmondani. Ezt el kell akkor kezdeni, amikor a gyerek mondjuk még ilyen fűtőtes méretű, már hogy ekkora. És akkor ott kell neki szociális mintát adni és az előbb említett dolgokat, hogy ott abban a szituációban tudjon ő valójában jó döntéseket hozni. És szerintem valahol ez az egész a legfontosabb dolog, hogy merjenek a fiatalok jó döntéseket hozni, ami persze jelen esetben a nem mondás tudománya, de megint csak olyan hihetetlen egyszerűnek hangzik, hiszen ennek a 3 betűnek az egymás mellé írásával kimondunk egy szót. És akkor, hogy ennek mikor milyen fajsúlya van.
hiszen mondjuk, ha én most azt mondanám önnek, hogy mondja ki azt, hogy nem, kimondta, fú, baromi jó, akkor most tud nemet mondani. Hát igen, csak mondjuk itt a forgatás időpontjában egy nemmondás, annak van fajsúlya persze, de valahogy ott lebeg fönt, de akkor kell majd, ugye tulajdonképpen nekünk is okosnak lenni, amikor egy döntési szituációban vagyunk, hogy akkor merünk-e tulajdonképpen nemeket mondani. Hát nagyon sok helyen tanulja meg egyébként az ember gyerekkorától kezdve azt, hogy hogyan döntsön, vagy hogy mikor mondjon nemet, vagy legyen meg egy jó döntési képessége. Tehát egész élete során döntések elé van állítva, és valahol ezt a folyamatot ő megtanulja, hogy mi alapján dönt, mi alapján mond igent, vagy nemet egy dologra. Tehát ez nagyon összetett. Kimondta a kulcsszót, hogy megtanulja, hiszen ezek között egy csomó olyan tanult magatartásforma van. De például itt vannak mondjuk azok a szociális minták, amelyeket mondjuk otthonról hoz a gyerek. És ez borzasztóan meghatározza az ő életét. Hát nekem is van egy 18 éves fiam, és szokták időnként mondani, hogy ez a gyerek pont olyan, mint te vagy. Nem pozitív hangsúlyozom, abszolút nem pozitív hangsúlyozom, de nincs is mit csodálkozni, hiszen ugye viszi a genetikai állományomnak egy részét, és azokat az apai mintákat, amelyeket részben tanítok neki, részben pedig úgy lesel tőlem, hogy gyakorlatilag észre se veszem, és visszaköszönnek bizonyos magatartást. Mondok egy nagyon egyszerű dolgot, a gyerek úgy törölközik, ahogy én. Hát most törölközni megtanítjuk a gyereket, persze megtanítjuk, hogy hol hajlatok, itt ott, tamot, hogy most ezt ő hogy törli végig, hogy össze megtörli a bal lábszárát, utána a jobb vállát, a hátát, a fenekét, nem tök mindegy, az a lényeg, hogy végére jön a történetnek, de ameddig ilyen kiskamaszán nem vált, és én mondjuk este otthon voltam, heti egy-két alkalommal előfordult ugye az, hogy együtt voltunk bent a fürdőszobába. És hát ugye apa mintától elleste ezeket a folyamatokat, és ő pontosan ugyanúgy törölközik, hogy jó, hát ez a részhez különbözik kettőnk között, mert nekem itt ugye ez másfél másodperc, neki meg sokkal-sokkal hosszabb idő. De ugye ez például egy olyan minta, amit így konkrétan nem tanítunk, de ezeket ellesi valójában az ember, és ha a gyerek azt látja, hogy az apa azt mondja, hogy fiam, ne dohányozz, majd utána apa ezen egy kicsit fölidegesítve magát rágyújt egy cigarettára, hát akkor az egy milyen magatartás, egy milyen minta magatartásnak ugye az átörökítése. És ugye ezek a minták, ezek nagyon-nagyon fontosak az ember életében, és ugye nem csak a családi minták, hanem mondjuk a kortárcsoport minta. Szóval az az, ami viszont nagyon-nagyon keményen el tudja rántani a gyereket, hiszen ugye egy kortárcsoportból meg akar felelni. Meg akar felelni az elvárásoknak, és most itt lehet csak egy akár banális csinyire gondolni, de akár mondjuk az első cigarettára, az első piára, az első cuccra, és hogyha ő nem meri, akkor beszól neki a másik. Nagyon durván beszól neki, és akkor ő elgondolkodik rajta, hogy akkor most ő kinek akarja megfelelni, és bizony a kortárcsoport, mint az nagyon könnyen félrevéti ezt az egész történetet. Amikor előadásokat tart, vagy beszél erről a témáról, nagyon sokszor hangsúlyozza azt, hogy nem szabad összekeverni azt, amikor egy kamasz kipróbálja a szert, vagy az alkoholt, vagy esetleg péntekenként, vagy szombatonként a buliban megiszik egy sört, vagy egy felest, no, és azt, igen, három, vagy többet. Szerintem mi is igen, és hát azt az állapotot, amikor valakinek az egész életét már mondjuk a szer határozza meg, rendszeresen fogyasztja a nap, mint nap, és nem tud anélkül élni. Mikor látszódik az, hogy valaki függővé kezd válni, vagy tehát mondjuk a szülő ezt honnan tudja leszűrni, hogy igen, a fiam hazajött szombat este, egy picit be volt rúgva, tehát még nem mondom rá, hogy alkoholista, viszont amikor már napig, hát rá még nem lehet a gyereknek, igen. Még azt gondolom nem lehet. Persze azért látunk időnként negatív példákat, mondjuk, hogy 18-19 éves korára fiatal felnőttként valaki belecsúszhat. Persze félrenézés, amit mondok, ön is beleesett abban a nagyon típusos kérdezői példába, hogy amikor itt a függőségeket mondta, akkor ugye itt tetszett mondani az alkohol, tetszett mondani a kábítószert, esetleg a dohányzást, és akkor például olyanokról miért nem beszéltünk, hogy csokoládé, edzés, vásárlás, szex, internet, mobiltelefon, játék, és így tovább, és így tovább, hiszen ezek ma pontosan ugyanolyan függőségek, mint amikor arról beszélünk, hogy kábítószer, alkohol. Jó, világos, hát a mobiltelefonomat ezt nem fogom felszippantani, meg beadni magamnak intravénásan, de ezek mondjuk magatartás függőségek, és nagyon-nagyon szoros kapcsolat alakul ki, ugye az ember és akár valamilyen technikai eszköz között, és mondjuk érdekes lenne mondjuk eljátszani azt a játékot, hogy mondjuk most mondanám azt önnek, hogy vegye el a mobiltelefonját, elővesz, és akkor megnézni, hogy milyen a töltöttségi szintje. És ha ez mondjuk 8% lenne, akkor nagyon jól lehetne azt például mérni, hogy önnek mondjuk kicsit megszaladna a pulzusa, talán egy kicsit a vérnyomása is felmenne, mindjárt lemerülök. És ugye
itt vagyunk a sivatag kellős közepén, hát több száz kilométerre nincsen élő emberi település, dehogyis, hát itt vagyunk egy nagyvárosnak a kellős közepén, de úgy érzi az ember, hogy a mobiltelefon lemerülésével, vagy hogyha nincs térerő, el vagyunk szakítva a külvilágtól. És ezek megint nagyon sajátságos kapcsolati rendszerek. Nem beszélve arról, hogy vannak nagyon érdekes társadalmi függőségi rendszereink, és ugye abba se gondolunk például bele, hiszen valójában az ember szimbionta. Ami azt jelenti, hogy ugye egymástól függünk, ugye egymás életét próbáljuk segíteni, és tök egyszerű dolog, ha én kinyitom a vízcsapot, és jön belőle a víz, az azért van, mert valaki odáig elhozta a vizet. És ahogy én is tőle függök, mert különben lehet, hogy kút, meg húzás, stb., attól én is tudok olyan dolgokat csinálni, hogy a saját életemben, a saját munkában, amitől más ember természetesen függ. És ugye amikor azt mondjuk, hogy függőség, és kiejtjük ezt a szót, és azt gondolom, ez a nézők számára is egy érdekes teszt lenne, akkor általában előjön alkohol, kábítószer, szerencsejáték, gyógyszer, és mondjuk ezekről a fajta függőségekről nem beszélnénk, és ha a függőség szót kiejtjük, mindenkinek negatív dolgok jutnak az eszébe. Pedig magának a függőség szónak sem pozitív, sem negatív értelme nincsen, ez egy tök semleges szó, és mindig a szövegkörnyezetnek kell meghatározni azt, hogy itt valójában pozitív vagy negatív dolgokról van szó. Jó, de hát a függőséget mégiscsak kezelni kell. Vagy kell kezelni? Kezelni szokták, hogyha hát kezelni. Már az átmegy a negatív tartományba. Mondjuk egy vásárlás függőséget például. Hát azt is lehet kezelni. Hát, lehet, hát a férje hát letiltja a bankszámláját, és nem vásárol, hogy igen, csak az, nem, csak az ebből a szempontból az nem kezelés, hanem mondjuk egy erőszakszervezeti lépés. Meggátolja azt a cselekvést, igen, meggátolja, hogy ezt tovább vigye, vagy tovább biztos, hogy meg fogja tudni gátolni, mert lehet, hogy akkor az illető hölgy mondjuk a éjszaka fölébredvén ugye oda megy a férjének a biftasnyához, és kivesz belőle mondjuk pénzt, és másnap még csak elszalad, és megveszi az üvegen túl a vágytitokzatos tárgyát. De igazándiból itt általában a saját kontrollmechanizmusaink azok, amelyek szerintem borzasztó fontosak, hogy ezek mennyire működnek, és hogy mondjak egy saját példát ezzel kapcsolatban. Egy pár nappal ezelőtt volt nekem egy műtétem, egy sérműtétem volt, ahol ugye elaltattak. És hát az altatás során ugye az altatás bevezetéséhez vannak gyógyszerek, és az egyik az egy altatószer, a másik pedig egy fájdalomcsillapító, de ugyanakkor bódító hatású szer, ez egy morfium származék. Szóval anesteziológus kollégám megkérdezte, hogy na melyik jöjjön először, hát mondom, figyelj, adjad először a fentanil nevű szert, és akkor megkaptam ezt a szert, és olyan nagyon furcsa volt, hogy elkezdtem lebegni, hogy a műtőasztal fölött, úgy éreztem, mintha belesüllyednék egy ilyen nagy, rózsaszín, langyos valamibe, nagyon kellemes érzés volt, de ez nem azt jelentette, hogy amikor én kijöttem a kórházból, akkor rohantam dílert keresni, még egyszer ezt az élményt át szeretném élni, és még egyszer, mert működik a kontrollmechanizmusom, persze világos orvosként még inkább, de akár laikusként, hát ez nem jó, mert erre nagyon könnyen rákattanhat az ember, és az onnan való megszabadulás azért azért nem egy egyszerű történet. Szóval ugye, ha működnek a kontrollmechanizmusaink, akkor azt gondolom, hogy meg tudunk maradni tolerábilis függőként. Nem egy egyszerű dolog. A másik, ami felmerül bennem mindig kérdés, ez a hárítás, a felelősség hárítása, hogy kiből, miért, miként és hogyan lesz függő, és akkor most mindegy, hogy melyik szenvedélyt nézzük, vagy melyik káros. Hát persze, és itt vannak tök jó mondatok, gondolom, én is hallottam már ezt a mondatot, hogy rossz társaságba keveredtem, ugye? Amikor mit jelent? Én nem tehetek semmiről, ők tehetnek mindenről. Egy nagy túrót. Miről szól a dolog? Arról szól, hogy van egy társaság, akinek elfogadom az értékrendjét, beszédstílusát, öltözködési, zenehallgatási, alkoholfogyasztás, mit tudom én milyen szokásait. De hallott már én olyan mondatot, hogy jó társaságba keveredtem? Ritkán pedig milyen jó lenne. Mert ezt általában negatív értelembe szoktuk venni. Persze ezek is egy ilyen nagyon érdekes dolog, ez a társaságba való keveredés, és megint saját példámat hagy meséljem el. Pár hónappal ezelőtt az egyik barátom azt mondja nekem, hogy menjek már el vele egy táncházba. Megmondom őszintén, és nem akarok senkinek a lelkébe gázolni, ez tőlem nagyon távol áll. Mert nem szeret táncolni. Nem, néptánc. Nagyon messze van tőlem, hihetetlen messze van tőlem. Hát elmentem, hát felnőtt ember vagyok, tudok viselkedni, nagyon érdekes emberekkel találkoztam ott, de úgy éreztem, mintha én rossz társaságba keveredtem volna. 3 órát elloptak az életemből, ahol végültem, meg beszélgettem, meg tényleg hallgattam érdekes történeteket emberekkel, táncolni azt persze abszolút egyáltalán nem táncoltam, de például mondjuk a 3 héttel ezelőtti Kobuci Kerti Ivan and the Parasol koncertre, hogy szívesen elmentem és el is mentem, mert számomra sokkal egy közelebb álló dolog, de attól, hogy az ember elment abba a táncházba, az nem azt jelenti, hogy rossz társaságba keveredett, ha bár én magam, ha ez úgy éreztem, hogy egy csomó értékes, nagyon kellemes és abszolút pozitív emberrel találkoztam, de hogy ezek a
ezek a szóhasználataink, ezek nagyon érdekesek. De beszélve arról, hogy ma már például ugye a géneknél is ugye ismertek azok a különböző génvariációk, amelyek bizonyos függőknél előfordulnak, és itt is érdekes mondatra szeretném a figyelmét fölhívni. Azért iszom, mert már a dédnagyapám is alkoholista volt, a nagyapám is és az apám is. Magyarán szóval én aztán baromira nem tehetek semmiről. Ugye én magamra húztam ezt genetikailag, és innentől kezdve nem is tudok menekülni, és persze rögtön lehetne mondani, vannak az ellenmondatok is, nem akarok olyan lenni, mint a nagyapám meg az apám volt. Magyarán szólva a genetika fontos dolog, meghatározhat, körülbelül 50%-ban, de vissza kell kanyarodni azhoz, amiről itt a beszélgetés elején beszélgettünk, a szociális mintának a szerepe, aminek sokkal-sokkal intenzív ráhatása van, és például ma arról már konkrét tudományos vizsgálatok annak, hogy mondjuk azokban a családokban, szűk családot értek, hogy legalább az egyik szereplő alkoholfüggő, ott a gyereknek 7-szer nagyobb esélye lesz arra, hogy maga is függővé váljon, és ez valószínűleg más függőségeknél is pontosan ugyanígy előfordulhat, hiszen ezeket a mintákat látja, és ez számára egy természetesen, számára pozitívan értékelendő mintaként is valójában az életében megjelenhet. A szakember mit tud kezdeni azzal, amikor ezt a hárító típust látja, vagy ezzel a fajta emberrel találkozik? Odaállítom a tükör elé. Nézd bele, ez vagy te. Ideig jutottál. Honnan jutottál el? És azt gondolom, ez egy nagyon durva felismerés tud lenni. Ilyenkor talán úgy belehasított az ágyába, vagy például nagyon egyszerű kérdés lehet ilyenkor föltenni, mondjuk az alkoholista betegeimtől meg szoktam kérdezni, hogy mennyit költ piára. És akkor mond egy összeget, ami akár egy kicsi, de akár egy nagyobb összeg lenne, és mondom, figyeljen, szorozzuk már be ezt 12-vel, és akkor kijön egy összeg, nem kis egy összeg, évre. Egy évre, ebből szerintem el tudna menni a család nyaralni. És akkor elgondolkodik rajta. És rájön arra, hogy 10 éve nem voltak nyaralni, nem voltak együtt tulajdonképpen sehol, és lehet, hogy talán ez egy kis motivációs lépés lehet felé, hogy mondjuk ezen megpróbáljon akár változtatni. Persze futottam bele már itt is zsákutcában, amikor valaki azt mondta, hát nem tök mindegy, 8 millió forintot keresek. Havonta, hát abból, hogyha minden hónapban, vagy minden nap, mit tudom, 30 ezer forintos viszkiből iszom meg egy üveggel, akkor is annyi pénzem maradt, hogy idézőben nem tudok vele tulajdonképpen mit kezdeni. Hát ilyenkor az ember egy kicsit bajban van, hogy hogyan lehessen őket tulajdonképpen megfogni. Megint ott vagyunk a társadalmi szocializációs, vagy szociális körülmények, és a család, és az a szűk környezet, amiben él, az nagyon meghatározza azt, hogy valaki bele csúszik-e egy ilyen problémába, vagy könnyen ki tud ebből jönni. Egyszer láttam egy riportot, bemutatták egy estéjét önnek a sürgősségi osztályon, és hát egy nagyon szomorú történet jutott el önhöz, egy fiatal nő, aki öngyilkossági kísérletet, nem tudom, hogy hanyadikat követte el magán, gyógyszert beszedett, tehát látszott a karja is, hogy néz ki, ugye többször kísérelte már meg, és azt mondta önnek azért, mert ő egy olyan állapotban él, egy olyan családi környezetben, amiből nem tud kiszakadni, nyakán van az anyósa, egy kisgyerekkel elhagyta a férje, stb. Ilyenkor ezzel mit tud kezdeni? Azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a történetek sokkal-sokkal messzebbre mutatnak. Szóval igazándiból ugye az egészségügyi ellátórendszer ugye a pszichoszociális gettónak a lerombolását nem tudja fölvállalni. Szóval itt meghúzódnak olyan problémák, amiből nem is biztos, hogy ő valójában meg tud tulajdonképpen szabadulni. És ez nagyon-nagyon messzire nyúlik ugye a szegénységre, esetleg a mély szegénységre. Nem beszélve arról, hogy lehet, hogy nem is nagyon akar ebből a történetből kilépni, és inkább megmarad a saját kis gyógyszerfüggősége, alkoholfüggőségével, ami ugye elbódítja, elkábítja, jön a leszaromérzés, és innentől kezdve nem foglalkozik magával a dologgal, de ezek mögött nagyon-nagyon mély szociális problémák is tulajdonképpen meghúzódnak, ahol azért ott van az emberi tényező is, az embernek a saját egyéni felelőssége ebbe a dologba, hiszen ő belekerült ebbe a valamibe, és hát innentől kezdve ő azért benne van azért egy kisfajta hárítás is ebbe, hogy ebből nem tud tulajdonképpen kilépni. És valójában őszintén azért egy ilyenfajta handicapekből ő ugye nekifutni a versenyre, hát az nem feltétlenül dobogós helyzést jelent az életében. Meg gondolom azért olyan példát is látott már, amikor a környezete támogatta az illetőt, tehát hát hogy egy olyan családi háttér, amikor a segítségére vannak így és van, az egész terápia. A szociális álló nélkül ez nem működik. Szóval attól, hogyha mondjuk valaki él egyedül, mondjuk Budapest Rózsadon, óriási nagy házban, rálát az egész Budapestre, és ott van tök egyedül egymaga, és lehet, hogy a nappal mondjuk reggel 8-tól este 6 óráig egy baromi sikeres ember, és akkor hazamegy ebbe az aranykalickába, és akkor mit csinál? Leül, és akkor elkezd piálni.
mert nincs, aki ez egy szót szóljon. Szóval, hogyha nincsenek meg ezek a szociális kötöttségei, nincsenek meg azok a hálók, amelyek körbeveszik, akkor gyakorlatilag anyagi helyzettől függetlenül nagyon-nagyon könnyen le tud valaki tulajdonképpen zuhanni. De valljuk be őszintén, hogy azért mondjuk egy jobb anyagi körülmények között élő számára azért kicsit nagyobb lehetőség van egy biztatóbb jövőkép építésére, mint aki tényleg a mély szegénységben él. Alacsonyan kvalifikált, nincs munkahely, innentől kezdve hát milyen fajta kitörési utat lehet kínálni. És ezzel találkozunk mi Budapesten, és hát gondolom itt is akár a városban, vagy akár a megyében is számtalan példát lehetne ezekre mondani, akiről tényleg nem lehet ugye egyről a kettőre lépni, és ezek sokkal messzirebb mutatnak annál, mint hogy most leülök vele beszélgetni, aktuálisan mondjuk a fizikai állapotán valamit tudok segíteni, mert ott van mögött egy olyan szociális háló, amin akkora lukak vannak, amin ő valójában átzuhan. Ugye ma már ezt is figyelembe veszik, vagy azt is figyelembe veszik, hogy egy-egy környezetben hogyan tudnak segíteni a droghasználón, az alkoholistán, vagy az akármilyen függő emberen, hogy milyen támogató háttere van, milyen támogató szervezetek segíthetik. Most én arra gondolok, hogy ma már olyan statisztikák, vagy olyan adatok is kijönnek, hogy azok a fiatalok, azok a srácok, akik mondjuk nevelő otthonban nevelkedtek, vagy szegény családokban nőnek fel, vagy hátrányos helyzetű településeken, könnyebben és hamarabb a céltalanság miatt nyúlnak droghoz, mint azok, akiknek van egy-egy cél, vagy olyan támogató környezetben, családban nőnek föl, ahol hamarabb felfigyelnek a problémára. És ez érdekes, mert ugye ezt a statisztikai adatok is pontosan alátámasztják, hiszen mondjuk a 8 általánosnál alacsonyabb végzettségűek között a szerhasználat gyakorlatilag a legmagasabb. És ahol viszont van egy nagyon érdekes csavar, a magasan kvalifikáltak között. Az egyetemi végzettségnél ott megint, hát ha nem is éri el ezt a szintet, de mondjuk ennek a kétharmadát eléri, és valójában ennek is megvan a magyarázata, hiszen ő mondjuk elhelyezkedik, és akkor ő dolgozik naponta nem 8 órát, hanem 10-et, vagy akár 12-t, hétfőket, szerda, csütörtök, péntek, pénteken mondjuk meg nincs bent este 7-ig, akkor eljön 5-kor, és gyakorlatilag van 2,5 napja arra, hogy tulajdonképpen a fejéből kiengedje a gőzt. Budapesti példát tudok erre mondani, hiszen ugye én ott élek, és akkor beveti magát ugye a pesti romkocsma negyedbe, és akkor van másfél napja a dorbézra, a piára, a szívásra, a szexre, és utána kell egy nap ugye a regenerációra, a gőzfürdőre, a masszázsra, mert hétfőn reggel 8-kor hol kell lenni, ugyanott kell lenni, öltönyben, nyakkendőben, kiskosztümben, és helyt kell állni, és megint kezdődik előre ez az egész dolog. És hát bizony ez a világ, ez azért itt is, már ott is, abba a fajta történetben is eléggé embertelenné tud válni. Az egészségügyi ellátórendszer és hát az összes egyéb szervezet vagy szociális háló másként kezeli-e az elmúlt években a drogügyet és a prevenciót, a megelőzést, mint korábban? Lát-e valamilyen irányt, vagy változást? Hát egy picit elvesztünk, én úgy látom, hogy picit elvesztünk a dologba. Leginkább ugye itt a Design a Drogok megjelenésében nagyon nagy változás történt, hiszen ha belegondolunk a rendszerváltástól, mondjuk olyan 2007-89-ig, tulajdonképpen standard módon 21 néhány szer volt jelen a piacon, amiket ismertünk. És akkor utána bum, jött egy baromi nagy robbanás, elárasztottak minket a szereket, tessenek belegondolni, hogy tavalyi évben több mint 100 új tudatmódosító szer jelent meg. Hát az elmúlt 10 évben nem jelent meg annyi gyógyszermolekula patikában, kórházi ellátásban, mint ahány designer drog, újfajta szer jelent meg az elmúlt évben. És ettől a pillanattól kezdve ugye a dolognak ez a része az egy picit átláthatatlanná vált, nem beszélve arról, hogy a szereknek az ára az lefelé ment, 4-600 forintért egy biofüves cigarettához hozzá lehet férni, ami valljuk be őszintén, hát jó, nem kis pénz, de nem is egy akkora összeg, amit mondjuk akár valaki egy 2-3 órás tarhálással, akár itt mondjuk a város főterén le tudna néhány óra alatt összeszedni, és már is megvan ugye a betévője. Viszont a prevenció az egy nagyon érdekes dolog, én nem szeretem ezt a szót. Szóval miért nem inkább a megelőzést mondjuk, de akkor rögtön jönnek a kérdések, kit, mikor, hogyan, hányszor, miért, vagy kell egyáltalán megelőzni. És nekem a prevencióról mindig eszembe jut az a, hát persze így utólag már röhögünk rajta, az a klasszikus, az bezzeg az én időmben, hát én 55 éves vagyok, ugye a prevenció, ami persze nem a kábítószerről szólt, hát akkoriban, amikor én középiskolás voltam, ugye a 70-es években ilyen nem volt, de volt szexuális felvilágosítás. És egy hihetetlen gázosztályfőnöki órák voltak, hát semmit nem lehetett kommunikálni ugye ezekre a dolgokról, meg volt a sablon szöveg, és ez persze nem azt jelenti, hogy mondjuk
az a gimnáziumi osztályon érettségiztem, ott a 34-ünk közül soha senkinek semmilyen szexuális probléma nem volt, mert 2 darab 45 perces órán erről szólt. Szóval attól, hogy valaki elmegy és mondjuk a gyerekekkel beszél erről a témáról, hogy szerintem alapvetően az a dolognak a lényege, hogy egy, találja velük közös nyelvet, nagyon remélem, hogy nem az elrettentésre és a tiltásra építi ezt az egész dolgot, és tud neki valójában olyan értékrendet átsugározni, hogy akár abban a döntéshozói szituációban vissza tud emlékezni akár arra a figurára, aki 2 hete, 3 hete, 3 hónapja ott volt az iskolában, az osztályban, és mondott nekik valami olyat, ami alapján egy picit elgondolkodik, mielőtt meghozza ezt a döntést. És akkor már volt ennek valójában értelme. És azt gondolom, hogy valahol erről az oldalról kell megfogni, és nem például arról, hogy akkor meghalt valaki drogtulajdonolásban. És itt egy picit... A média talán ismét, hát tudtam, hogy ezt fogja mondani, hát hogyne, mert hogy mi hát feltupírozzuk ezeket. Hát nem csak, hogy feltupírozzák, de önök számára ez az eladható. Hát az, hogy ma Nyíregyházán, ma éjszaka mondjuk elszívnak, tudom én, 600 szál marihuána egy cigarettát, nem tudom mennyit, de lehet, hogy ennyit valószínűleg többet szívnak el. Ez gyakorlatilag ön számára média hír. Ebből ön másnap oda tud ülni akár a híradóba, vagy bárhol, és azt tudja mondani, hogy ma éjszaka 600 szám marihuána cigarettát szívtak ennyire kell. Érdekel ez valakit? Senkit. De ha meghal valaki drogtulajdonlásba, vagy kórházba kerül, na abból rögtön lehet, és ugye, hadd kérdezzek egy picit vissza, 45 millió droghasználat történik Magyarországon évente. 45 millió. Az azt jelenti, hogy ön is, meg én is 4,5 alkalommal használunk kábítószert. Már egyfőleső statisztika. Mit gondol? Hányan halnak meg évente? Hát sokkal kevesebben, de az na, lehet, na, nagyon hát picit vitatkozik. Az ország. Nagyon picit, hát, de mondjam egy számot. Nem mondjam tudom, számot. Hatan mondjuk, hát, nagyon 31-en. Kevesen. Na, 31-en, ami azt jelenti, tudtam, hogy, kevés hogy veszélyesebb dolog a négyes úton bringázni, igen, mint kábítószert használni. Magyarán szólva, a médiában, akár a híradóban egy 2,5 perces hír, mondjuk egy kábítószeres halálesetről, egy lefoglalásról, egy balesetről, a kábítószernek is volt szerepe, az miről szól? Az, hogy 2,5 percen keresztül a hír engem pofán fog vágni. És utána a következő hírben megmutatják, hogy nyíregyházi állatkerül a mosómedvét, aki tökéletes. És már is úgy, ahogy van dilitelve volt ez az előző hír, nem beszélve arról, hogy igazából ennek semmiféle nevelőértéke nincsen. De mondjuk egy ilyen klasszikus beszélgetés, mondjuk 2-3 szakértővel, műsorvezetővel, szép nagy fekete asztal, fényesevig szólva, egy 50 perces a magyar droghelyzetről, jövőképről, stratégiáról, stb. Ez egy tök jól eladható műsor, mondjuk a Királyi TV-ben 0 óra 10 perctől 1 óráig. És az ismétlés pedig 4:20-tól 5:10-ig, amit összesen meg fog nézni 3217 ember, míg a Kereskedelmi Csatorna híradójában a 2,5 perces rémhíranyagot hányan fognak megnézni? 1,5 millióan. Csak annak nincs nevelő hatása, azt fogjuk mondani, de hülye voltál, fiam. A másik, az pedig sokkal-sokkal kevesebb emberhez fog valójában eljutni. Nem beszélve arról, hogy mondjuk például az újságok, internet is valójában ugye ezekről a hírekről tud adni ugye klasszikus szenzációs főcímeket, aminek igazándiból érdemi nevelés és prevenciós szerepe szerintem nincsen. No, hát ebben valamilyen szinten egyetértünk, és hát a mi televíziónk is arra törekszik, hogy az ilyenfajta beszélgetések pedig itt helyi szinten legalább a lakossághoz eljussanak, vagy hát ugye az internet az ugye már nagy úr, és hát azon is. Én csak arra gondoltam, hogy igazából az elrettentés az nem lehet mindig rossz, vagy rossz nevelő hatású az, hogyha a valóságot megmutatjuk, mert nagyon sok, és nem csak ebben a témában, drog témában, bármi másban, tudatlanságot vél felfedezni az ember, hiába már itt van ez a nagy infokommunikációs világ. Most konkrét példákat inkább nem hoznék, mert akkor lehetne nagyon sokáig sorolni, hogy például a nevelésben is egy szülő félre neveli a gyereket, de lehet, hogy nem is akar ártani ártó szándékkal, hanem csak éppen egy bizonyos ismeret, tudáshiány, ismerethiány. De attól, hogy miatt valaki meghal egy drogtulajdonolásban, abból egy egynapos hír lesz, egy aznapos hír, és nem fog kiderülni aktuálisan az, hogy milyen szert használt, mert ugye a rendőrségi szóvívő félrecsapott sipkájával azt mondja, hogy a rendőrség államigazgatási eljárás keretében vizsgálja az esetet, esetleg annak a kopasz szemüveges szakállas toxikológusnak is odatolnak egy fagyit az orrára, hogy mondjon erről a 3 mondatot, elmondja, megmutatják a szülőt, borzasztó, esetleg egy-két gyereket, ugye így kikockázott fejjel, ha fiatalkorúról van szó, és ennyi. És ebben hol van bármi olyan nevelőhatás, ami alapján a gyerek azt fogja mondani, hogy hát akkor én mégsem, mert meghallhatok, hiszen a statisztikák azt mutatják, hogy öreg, neked erre baromi kicsi esélyed van. És akkor ugyanezt elmondhatnám mondjuk
a tartósan kórházba kerültekről, ugyanezt elmondhatnám, a rendőrség eljárások, évente 6000 eljárás indul kábítószerrel való visszaélés, kereskedés miatt. Hát ez ahhoz képest, ugye, hogy milyen mennyiségű szerhasználat történik Magyarországon, az azért nem egy olyan nagyon-nagyon elrettentő dolog. És világos, nem is az lehet a cél, hogy azt a 18 éves gimnazistát, aki elszívott egy spanglit, azt akkor nosza, zárjuk be 2 évre Kustenvárába nehéz vasba, mert annak semmi értelme nem lenne. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk, és hogy egy kis időt fordíthattunk erre a beszélgetésre. Én úgy gondolom, hogy lehet még ennek majd folytatása. Köszönöm egy szépen. Másik aspektusból is. Köszönöm szépen. A nézőknek a figyelmet, viszontlátásra!